A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ünnepi esemény sorozattal készült a Szent István Király Múzeum, az intézmény fennállásának 150. évfordulóját ünnepli. Tudományos és ismeretterjesztő előadásokkal, játékos programokkal, közösségi médiában közzétett posztokkal készülnek, valamint egy nagyszabású intézmény történeti kiállítás is része a 2 éves rendezvény sorozatnak. A Szent István Király Múzeum az ország egyik legrégebbi és legjelentősebb intézménye. Létrejöttét a közösség kezdeményezte. Egy nagy értékről van szó, tehát ez ország legjelentősebb, egyik legjelentősebb intézménye, kulturális intézménye. Az ország múzeumai közül pedig vidéken a legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező múzeumról van szó, Szent István Király Múzeum tekintetében, mint egy 3,5 millió emléktárgyat, emléket őriz napjainkra a fehérvári és nem fehérvári közönségnek. Ez a gyűjtemény egy 1205 darabos numizmatikai gyűjteményből indult, és gyakorlatilag egy 48 darabos emléktárgyból indult még 1873-ban, illetve 74-ben, erre a két dátumra datálódhat a múzeumnak a megalapítása, mint egylet megalapítása, és szépen felfejlődött. Másik pedig költségvetési forrás, amit a város biztosít. A múzeumnak majdnem 1 milliárd 320 millió forintos összköltségvetése van, ebből a város 630 millió forint forrást biztosít saját forrásból a múzeum részére, és ehhez jön 313 millió forint központi kormányzati támogatás. A többi pedig a múzeumnak a saját bevétele, illetve a pályázatokon elért bevételekből datálódik, illetve tevődik össze. Ha az elmúlt időszakra gondolunk, akkor számos fontos program valósult meg már korábban is a Szent István Király Múzeumban, amire azért mondhatjuk azt, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok érdeklődő látogató volt kíváncsi. Valamivel több mint egy év, pár nap után több mint egy évvel adtuk át a rendházépületet, a felújított Szent István Király Múzeum főépületét. Az első kiállítás, hogy ami szintén bombaként robbant be a köztudatba, ez a Királyok és Szentek kiállításának az Árpád-ház korát ölelte fel, majdnem 45 ezer nézőszámmal. Tehát ez egy országosan is egy jelentős kiállítószám, pláne vidéken. Ugye elhangzott, hogy nagyon sokrétű, hiszen a kortárs alkotókra is ugyanolyan nagy figyelme fókuszál az intézmény. Így van, természetesen nagyon büszke lett a kortárs képzőművészeti gyűjteményére a múzeum, ez is amikor az ember kiejti azt, hogy Csók István képtár, akkor gyakorlatilag így tudják, hogy az egyik kortárs képzőművészet, iparművészetnek az egyik magyarországi szentélyébe jönnek kiállítani. Vannak olyan országos elismertettségű, sőt nemzetközi elismertségű képzőművészek, akik kifejezetten kérik, hogy itt Székesfehérváron a Csók István képtárban legyen kiállításuk. Ilyennel majd fogunk találkozni szeptemberben. A kezdetek 1871-re nyúlnak vissza, amikor egy újságcikk hatására mozgalom született. Az intézmény jogelődje az 1873-ban életre hívott Fejér megyei és Székesfehérvári történelmi és régészeti egylet, aminek alapszabályát 1894-ben hagyták jóvá. A Szent István Király Múzeum emiatt a 2023-as és a 24-es évet múzeumi emlékévnek nyilvánította. 2 éven keresztül ünnepli a 150. évfordulóját a Szent István Király Múzeum. Miért fontos ez a jubileum az intézmény számára? Hát egyrésztről ugye egyszer 150 éves a intézmény, ugyanis 1873-ban ugye a Fejér vármegyei és Székesfehérvár városi történelmi és régészeti egylet néven ugye megalakult egy egyesület,
amely fontosnak tartotta már azokban az időkben, hogy felkarolja a hagyományokat, történelmet, tárgyakat gyűjtött, kiállításokat szervezett, irodalmi esteket szervezett, és ezt mind a nagy közönségnek, a közösségnek szánta bemutatni. Egyébként már a múzeum létrejötte, vagy a múzeumra való igény már korábbi, 71-es kezdeményezés, és később ugye ezekre az alapokra épülhetett a intézményként is múzeum Marosi Arnold vezetésével, 1910-ben alakult meg, tehát a Egyesület jogutódjaként. Az Egyesület ekkor múzeum egyesületként folytatta tovább a tevékenységét, de egy hatalmas valódi gyűjteményt hagyott maga után, amelyet a múzeum tovább tudott vinni, és tovább tudott ráépítkezni. Most az elmúlt 150 évben nyilván nagyon sok minden történt, tehát több előadás, konferenciát lehetne belőle tartani, hogy ezt megbeszéljük. Ugye azt tudjuk, hogy Fitz Jenő idejében alakult ki a megyei múzeumi szervezet, ami gyakorlatilag egy párfős intézményből egy országos jelentőségű, sőt nemzetközi hírnevű intézményt hozott létre. Most nyilván ezeket a hagyományokat, alapokat szeretnénk mi is folytatni, illetve továbbvinni, a múzeum hírnevét öregbíteni, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közösség is részesüljön ebből, hiszen a közösség nélkül gyakorlatilag nincs múzeum, és azért 2 éven át szeretnénk ünnepelni ezeket az eseményeket, mert ugye 73-ban megtartott alakulését az Egyesület, viszont a beiktatása az csak 74-ben történt meg. Erre Izinger Katalin kolléganőm hívta fel a figyelmünket. Azért úgy döntöttünk, hogy az idei évet szálljuk egy picit a közösségi médiának, konferenciákat szervezünk, különböző beszélgetéseket, videókat készítünk, bemutatjuk egy picit a múzeumot, a múzeumi kollégákat, múzeumi tárgyakat, történeti dolgokat. Következő évben pedig egy nagyszabású kiállítást szeretnénk a múzeum gyűjteményéből. Mi az, ami változott a 150 évben? Hol tart most a Szent István Király Múzeum? Nagyon sok minden változott, tehát a Szent István Király Múzeum most gyakorlatilag egy megyei hatókörű városi múzeumként tevékenykedik. Országos szinten élmezőnyben van gyűjteményének nagyságát tekintve, tehát 3,5 millió tárgyunk van, sőt, hogyha beleszámoljuk a adattár, illetve a könyvtár gyűjteményét, akkor már 4 milliót is elérjük. Elmondható, hogy gyakorlatilag a 80-as években például a könyvtári gyűjtemény az a Nemzeti Múzeum szakkönyvtárnak gyűjteményével vetekedett. Volt olyan év is, mikor egyébként a gyűjteményünk akár az első 3-ba benne volt. Nagyon nagy gyűjtemény mellett természetesen tudományos tekintetben is kiemelkedik múzeumunk. Szerencsére a kollégák újra elkezdtek nemzetközi konferenciákon, szakfolyamatokban is publikálni, megjelenni. Ez is öregbítve múzeum hírnevét, ahogy most a szerdai konferencia anyaga is gyakorlatilag nemzetközileg is publikálva lett. Ugye ez a Jókai utcai feltárásokról beszélek. Így úgy gondolom, mindenképp jó úton jár a múzeumunk. Ráadásul az elmúlt években infrastruktúrális fejlődésen ment keresztül az intézmény a fenntartónak köszönhetően, hogy olyan kiáltótérre bővültünk, mint a megújult rendház, ahol gyakorlatilag bármilyen tekintetben megfelelünk a műtárgy követelményeknek, illetve idén meg egy újabb kiáltóhelyel bővül az intézményünk a Volt Köztársaság moziba rendezendő bazika történeti kiállítással. Igen, hiszen a kőtár a következő nagy projekt. A kőtár gyakorlatilag a Nemzeti Emlékhellyel szorosan összefüggésben lesz. Ugye a egykori koronázó bazilika történetét eleveníti majd meg interaktív formában, tehát én bízom benne, hogy egy nagyon látványos és nagyon, nagyon közösségteremtő kiállítás jön létre. Továbbra is hívó szó marad a közösségmúzeuma? Így igaz, ez nálunk elsődleges szempont, tehát mi a közösségmúzeuma voltunk, és jelenleg is ezt az üzenetet szeretnénk folytatni, tehát közösség nélkül nincs múzeum. Alakulásakor az egylet gyűjteménye 1205 érmet és 48 egyéb műtárgyat tartalmazott, ami napjainkra a 3,5 millió tárgyat is meghaladja. 2 éven át ünnepel a közösség múzeuma, a Szent István Király Múzeum. Miért fontos, szakmai igazgató úr, ez az évforduló? Ez az évforduló minden más évforduló nagyon-nagyon fontos a múzeum életében.
Ez a évforduló talán azért, mert ez tulajdonképpen a múzeum születésének a pillanata, ezért joggal várjuk azt, hogy egy ilyen magasztos esemény mögé mi rendkívül sok információ, történetet, személyeset, tárgyakon át közvetett történetet tudunk hozzárendelni, és ezáltal bemutatni annak a városi közösségnek, aki annak idején létrehozta ezt a gyűjteményt, hogy mivé lett ez alatt a 150 év alatt. A közösség ugye fontos volt, aki létrehozta. Ezek szerint a közösség számára készülnek kiemelt programokkal. Azt gondolom, hogy általában a múzeológiának az alapvető célja az ez. Szokás kiemelni azt a 4 alappillért, amin a múzeumok nyugszanak tulajdonképpen. Talán nem szélsőséges, amit mondok, nem csak Magyarországon, hanem a világban is ugyanez a trend. Tulajdonképpen a gyűjtemények gyarapítása, az állapmegóvás, a kutatás mellett a negyedik pillér, amit talán még fontosabb, mint a többi az a közzététel, az a közösség számára való bemutatás. A múzeum sosem lehet egy öncélú dolog, nem lehet egyfajta ilyen arisztokratikus klub, ami csak azok számára enged be pillantást a múzeum kulisszái mögé, akik hozzáértők, vagy valamiféle nagyon magasztos és nagyon sok egyetemi tanulmányt kívánó tudás birtokosai. A mi felelősségünk ennek a nagyon sok a tanulmány birtokában, vagy a tudás birtokában, hogy hogyan tudjuk reprezentálni, vagy prezentálni azt a fajta rendkívül gazdag anyagi kultúrát, amit ez a közösség felhalmozott ebben a városban, és aminek mi őrzői vagyunk tulajdonképpen, és mint őrzők óriási felelősség az, hogy az őrzés mellett ezt hogyan tudjuk átadni a közösségnek. Mi a különlegessége a Szent István Király Múzeumnak, vagy akár annak a gyűjteményének? Hogy látja ezt szakmai igazgatóként? Minden városban, így Székesfehérváron is, és ez egy, azt kell mondjam, hogy nem kell különösebben indokolni, hogy miért fontos a magyar középkor története számára Székesfehérvár, mint város. Mindegyiknek sajátos arculata, ízlése, kulturális közege és kulturális öröksége van. Székesfehérvár nyilvánvalóan számunkra is különleges, de az ország számára is különleges, különösen azért, hiszen ebben a városban olyan középkori események történnek, ami meghatározó a magyar középkor történetében, és ennek az anyagi kultúrája is itt van velünk jelen a városban. Ezeknek a megmutatása és ezeknek a mérföldköveknek a bemutatása a legfontosabb feladata ennek a 150 éves évfordulónak, amiben azt szeretném még hangsúlyozni, hogy mi nem pusztán tárgyakon keresztül kommunikálunk. A mi legnagyobb felelősségünk talán az, hogy bemutassuk a tárgyak mögötti embereket, korszellemet, azt az időszakot, amiben ezek a tárgyak keletkeznek, amiben születnek az útjukat a gyűjteménybe, mert mindez annyira izgalmas történet, és annyira nehezen átadható, hogy igazából itt az ideje az, hogy ezek előtt, a történetek előtt is tárra nyissuk az ajtónkat, és a közösség számára befogadhatóvá tegyük őket. 150 évvel ezelőtt egy fontos pont volt ennek a városnak az életében az, hogy elindulhatott valami, és hogy a Szent István Király Múzeum alapjait lerakták, de talán most is voltak ilyen fontos pontok, hiszen megújulhatott a rendháznak az épülete, hatalmas fejlesztések zajlanak. Igen, különösen fontos ezt elmondani abban az időszakban, amikor egyébként viszonylag sok kritika éri a fenntartó és múzeum kapcsolatát országosan is, de úgy látom, hogy ez igazából világméretű probléma, hogy a kultúrának hol van a helye, mi a szerepe, valójában a közösséggel hogyan lehet kommunikálni, mik azok a trendek, amivel mi jó gazdái lehetünk ennek a kulturális örökségnek. A másik dolog, ami eszembe jut ilyenkor a 150 év kapcsán, hogy azt is be kell mutatnunk, hogy hova jutott el az a fajta gondolat, ami 150 éven megszületett, hol tartunk most ebben a dologban, és mik azok a perspektívák, amik előttünk állnak. Abban a hitben mondom ezt, hogy az úgynevezett alapító atyák bizonyára büszkék lennének ránk is, és a városi közösségre is, hogy hova juttattuk el azt az eredeti gondolatot. És abban bízunk, hogy ez a folyamat, ez folytonos lesz. És egyre másra fogunk olyan újabb eseményekkel, intézményi bővülésekkel, gyűjteménygyarapodásokkal találkozni, ami örömére szolgál az egész város közösségének. Különböző rendezvények, közösségi médiában megjelenő posztok, ismeretterjesztő előadások szerepelnek a programok között. 2024-ben egy nagyívű intézménytörténeti kiállítás nyílik. Hol volt először a Szent István Király Múzeum épülete, hogyha fogalmazhatok így? Épülete a kezdetekkor még nem volt
ennek az egyletnek, amelynek tehát az első év, amit említenünk kell, az 1871, és ezt azért is tartom fontosnak kiemelni, mert a magyarországi vidéki városok közül elsőként merült föl ebben a városban egy ilyen később múzeálissá váló intézménynek a létesítésének az ötlete. Kezdetekben a mai megyeházán, vármegyeházán tudták bemutatni azokat a régiségeket, amelyeket egyébként az első pillanattól kezdve nagyon nagy lelkesedéssel és nagy buzgalommal gyűjtöttek, és adományoztak a város polgárai, lakosai, gyűjtők, sokszor magánemberek, sőt leginkább magánemberek ennek az egyletnek. A későbbiekben a papneveldében tudták részben bemutatni ezt a gyűjteményt, majd az 1800-as évek végén ismét visszakerült a vármegyeháza korábban börtönnek használt helységeibe ez a gyűjtemény. Ez egy elég hányattatott évtizede volt az intézmény történetének. Majd igazándiból, amikor az egylet egyesületté vált, tehát a múzeum egyesületről beszélünk, 1910-ben történt ez, akkor a mai Oskola utca 16-os szám alatti épület első emeletén 3, illetve később 5 teremben volt kiállítva. Talán a mai értelmezésünkben először múzeumi körülmények között. Ez az épület egyébként ma már nincs meg, ezt a csókképtár építés, akkor 1930-as évek második felében lebontották. Később pedig a mai országzászló tér volt a helyszínünk, és innentől kezdve, amikor a 20. század második felében az intézmény egyre nagyobbá és fontosabbá is vált talán, akkor ugye egyre több épületben volt megtalálható az egyes gyűjtemény rész. Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy tényleg a kezdetektől széles társadalmi támogatottság övezte ezt a kezdeményezést, és talán ennek is köszönhető, hogy ilyen színes és sokrétűek ma a gyűjteményeink, amelyből a jövő évi kiállításon szeretnénk minél több tárgyat bemutatni. Nagyon fontos célunk és szempontunk, hogy ne feltétlenül az anyagi értékük miatt fontos vagy kiemelkedő kulturális javakat mutassuk be, hanem azokat a tárgyakat, amelyeknek története van, amelyeknek a történetén keresztül az intézmény történetet is el tudjuk mesélni, amelyeket nem gyakran mutatunk be, különlegesek, akár meghökkentőek, de nem csak tárgyakon keresztül, hanem nagyon fontos személyeken és eseményeken keresztül is szeretnénk az intézményt bemutatni, hiszen nélkülük, vagy akár az épületeink, állandó kiállításaink nyitása nélkül nem lennénk ma azok, akik vagyunk, és egy intézmény történetében természetesen nem csak mindig pozitív és diadalmenetek vannak, hanem sokszor vannak traumák, háborúk, adott esetben egy világtörténelem lenyomata is, vagy eseménye is meglátszik az intézmény történetén, és azt gondolom, hogy ezeket is meg kell mutatni, hiszen az identitását az intézmény ezeken keresztül tudja talán leginkább jellemezni. Mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag már a felvezető programok is ezt készítik valahogy elő? Igen, igyekszünk az idei évben a közösségi médiában olyan, egyrészt tárgyakat, ezt kollégáim már elmesélték talán, de olyan írásos dokumentumokat, archívfotókat is megmutatni, amelyeket talán ritkábban, vagy még soha nem láthatott a közönség, ezek a múzeum irattárában és adattárában várják azt, hogy sokan láthassák őket, ez a két tár, az iratás adatár egyébként tényleg egy aranybánya, egy ilyen intézmény történeti bemutató idején, tehát
tízes évekből is van egy pár fotó, de aztán a háború utáni időszakból, olyan helyzetekről, olyan helységekről, személyekről, akik esetleg manapság, ma már nincsenek közöttünk, de nagyon fontosak számunkra, vagy egy 60-as évek megnyitóján a korabeli divatról láthatók, sokszor akár humoros, vicces fotók, tehát szeretnénk könnyedek is lenni lehetőség szerint, nem csak mindig nagy. Tehát az ünnepélyesség azt gondolom megengedi ezt a fajta személyes jelenlétet is. Kurátort mondjuk a felkészülési időszaka mennyire tudja magával ragadni, hány órát töltesz ilyenkor mondjuk az irattárban, mennyire szippan magába a felkészülés? Az ember el tud néha merülni egy-egy apróságban, és sokszor egy kívülről talán csekélységnek tűnő dolog kikutatása, vagy utána nézése is sokszor órákat vesz igénybe. Hát változó, tehát igyekszem majd nagyon sok időt ezzel foglalkozni. Érdekességekben, kuriózumokban pedig nem lesz hiány, számos ilyen tárgyat és történetet ismertet majd meg a múzeum a látogatókkal. 150 év az valóban ugye sok idő egy ilyen intézmény történetében, és hát nyilvánvalóan ugye a fejlődés az, ami kirajzódik rajta, illetve egy teljes intézménynek a története, Fehérvár és Fehérvár megye kulturális örökségének a sokszínűsége, az, ami hát reményeink szerint egyébként ugye meg is jelenik majd a különféle ugye évfordulóra szánt posztjainkban, a különféle előadásokon keresztül, hogy remélhetőleg érthetővé válik az, hogy 150 év alatt mit is tudott elérni és felmutatni ez az intézmény. Hiszen nagyon sokszínű a gyűjtemény, egyfelől régészeti, történeti, képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi, antropológia és numizmatikai anyagot magába foglal. Ugye már ez is ugye elég hosszú felsorolni, ráadásul maga ugye a műtárgyállomány is hihetetlenül nagy. Éppen ezért ugye nem csak azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen nagy, hanem hogy milyen elképesztő darabok, milyen különleges műtárgyak rejtőznek ebben a bizonyos gyűjteményben, mi minden az, ami a közösség múzeumának a gyűjteményébe került ebben a 150 év alatt. Tehát nyilvánvalóan ugye ezt a hosszú fennállást azért mégiscsak ugye büszke lehet ugye az intézmény arra, hogy ennyi időn keresztül és folyamatosan gyarapodva kiállítóhelyekben, intézményekben, illetve gyűjteményben, hiszen ráadásul ugye ez egyre sokszínűbbé válik, van külön játéktörténeti gyűjtemény is, és hát ugye ezt szeretnénk mi valamilyen szinten ünnepelni, hogy mennyi minden az, amit a közösség teremtő ereje létrehozott, és mi az, amit a múzeum egyáltalán ugye visszaadhat ennek a közösségnek. A kezdetekkor is már az a sokszínűség jellemezte induláskor a kezdeti gyűjteményt? Sajnos erre azt kell mondanom, hogy nem, mert ugye, hogy csak érmekből és könyvekből állt, már ugye az a nagyon kicsi gyűjtemény, amely az egyet létrejöttekor megszületett. Ugye ez persze folyamatosan bővült, ugye nyilvánvalóan ugye a kezdeti időszakban az egylet tagjainak a saját gyűjteménye vált úgymond közkincsé, és hát ugye egyre szerteágazóbbá vált. Idővel a törvényi változásoknak köszönhetően bizonyos tárgyak kikerültek a múzeumnak a gyűjteményéből, tehát volt, amikor még ennél sokszínű volt, hiszen a távol-keletről származó tárgyak is voltak benne, vagy éppen a közel-kelet térségéből, amik nyilván nem itt kerültek elő, hanem a modern műkincskereskedelm útján jutottak el ide, de alapvetően ugye tényleg a nagyon szerény kezdetekből egy iszonyatosan nagy gyűjteményé nőtte ki magát, és hogyha nem is a legnagyobb, de mindenképpen az országos intézmények sorában ugye az egyik legnagyobb gyűjteményről van szó. Biztos tud egy-két érdekes, izgalmas részletet elárulni, hogy mi az, amire nem biztos, hogy gondolnának a nézők, olvasók, hallgatók, hogy na, ezzel rendelkezik a Szent István Király Múzeum. Én mondanék egy elsőre nem annyira talán látványosnak tűnő dolgot. Tehát például Tászon, amely ugye az egyik legnagyobb régészeti parkja az országnak, és szintén ugye a Szent István Király Múzeum részét képezi. Az ottani ásatásokon nagyon érdekes csontok kerültek elő, állati maradványok, amelyre körül csak a későbbiekben derült ki, hogy azok teve maradványok. És szerintem ezt a nagy többség egyébként nem gondolná, hogy a római korban például a teve az távolról sem volt egy olyan nagyon szokatlan látvány a római korban, és hát ilyen furcsán ugye még érdekesebb, hogy
Például az egyiptomi óbirodalomban ezek még egyáltalán nem léteztek, nem éltek azon a térségben, míg Pannóniában sokkal nagyobb eséllyel látott mondjuk, hát jó, nyilván ugye több ezer év választja el, és néhány ezer kilométer a kettőt egymástól, de hogy vannak ilyen jellegű érdekes ugye tárgyaink, tehát hogy mennyivel másabb volt a korszak képe, ugye nyilván nem csak tevék érkeztek, hanem azok az emberek is, akik ezeket hozták, tehát nagyon sok keleti érkezett például a tartományba, sokkal sokszínűbb volt, és hát ez, hogy egy apró tárgy, tehát egy apró tárgyi lelet, és ugye nagyon sok mindenről beszélhet. És én a magam részül ezeket tartom kimondottan érdekeseknek, tehát ugye azokban a kis apró tárgyakban lévő megbújó történeteket, amiket remélhetőleg el is tudunk mesélni majd. A cél az, hogy akkor ezeket megismertessék? Igen, tehát ugye ez a kimondott célunk, hogy ne pusztán ugye tárgyakat mutassunk be, hanem azok jelentőségét, ugye egyfő ugye a saját korszakukat tekintve, illetve hát ugye magának az intézmény történetét illetően is, hiszen ezek is nagyon sokféle módon kerültek az intézménybe, nem csak régészeti feltárás során, hanem nagyon gyakran ajándékozás révén gyarapodott a múzeum, ugye amely manapság azért háttérbe szorul, de a kezdeti időszakban igenis eljelentette a gyűjtemény gyarapításnak a nagy részét. Az emlékévi programokat szerdán a Székesfehérvár korai története tudományos konferencia indította, ahol a legújabb régészeti történeti és természettudományos kutatások eredményeit ismerhették meg az érdeklődők. Az előadások két témához kapcsolódtak, a nemzet fővárosának korai története, valamint a Jókai utcai ásatások témái kerültek bemutatásra. Egy ilyen 150 éves évforduló arra ad lehetőséget, hogy a múzeum megmutassa önmagát. Ugye itt két dologra kell gondolni, az egyik az, hogy valójában milyen is van a közösségnek, magának a városnak vagy a megyének, ugye ezt tudjuk megmutatni a tárgyakon keresztül, ugyanakkor egy szellemi közeg is maga a múzeum, és ezt pedig konferenciákon keresztül tudjuk megmutatni. Azért fontos ez a konferencia, mert elhangzott, hogy a múzeum 150 éves, és egy hosszas fejlődési folyamaton ment át. Az ország egyik legrégebbi vidéki múzeuma, nagyon neves kutatói, alkotói voltak már korábban is, és hát bizony ezt fenn kell tartani, és nem csak fenntartani, hanem tovább folytatni, és ha lehet még emelni is kell ezen a szinten, és az a helyzet, hogy a Szent István Király Múzeum ezt a mai napig meg tudja tenni, nem csak a régisége folytán, hanem a jelentősége folytán is az egyik legfontosabb múzeuma az országnak, és ez a konferencia, ez pontosan azt mutatja meg, hogy magában a városban a itt dolgozó kollégáknak a köszönhetően az ország és gyakorlatilag Európa szakmaisága is a városra figyel most az itt előkerült leletek kapcsán és miatt, és azt is érdemes azt gondolom megmutatni a város lakosságának, hogy a múzeum dolgozói milyen eredményeket tudnak felmutatni a szakmában, és erre is tudjanak büszkék lenni. Természetesen azt el kell mondani, hogy nem csak régészek, történészek, hanem néprajzkutatók, művészettörténészek, és még sorolhatnám is a további szakmákat dolgoznak a múzeumban, akik szintén hasonló eredményeket érnek el, és azt gondolom, hogy ez alatt a két év alatt ez is meg fog majd mutatkozni. A mostani konferenciával kapcsolatban az is elhangzott, hogy tulajdonképpen ennek a kutatásnak a mintáján, vagy ezt nyomon követve hasonló összefogott kutatások indultak el más városokban is. A fehérvári eredmények inspirálják a szakmát, a régész szakmát, az ahhoz kapcsolódó társ- és segédtudományoknak a fellendülését is láthatjuk az utóbbi időszakban. Éppen ezért nem csak a város közönségét, hanem más vidéki múzeumoknak a kollégáit is várjuk erre a konferenciára, és ígéretet kaptunk arra, hogy jönnek is, hiszen ez lehetőséget ad arra is, hogy a különböző szakmák képviselői egymással beszélgetni tudjanak, és további együttműködéseket hozzanak létre. A Szent István Király Múzeum fennállásának 150. évfordulója alkalmából szervezett programokról folyamatosan tájékozódhatnak a Fehérvár Média Centrum felületein, valamint a Szent István Király Múzeum honlapján a www.szigm.hu oldalon.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.